reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 1-e van, egy szomorú őszi nap, amely nem csak az iskola kezdésről, hanem egy 81 évvel ezelőtti borzalmas, a magyar és az európai, sőt a világtörténelem legborzalmasabb, legszörnyűbb drámájához, tragédiájához vezetett. Itt állok, és mögöttem a lengyel követség. Talán szimbolikus helyszín, hiszen ez a világégés, amelyet a történelemben második világháborúnak neveztek el, Lengyelország számára kezdődött a legdrámaibb eseményekkel. Majd folytatódott 6 év háborúval, több tízmillió halálos áldozattal, szenvedéssel Európába, szenvedéssel a világ jelentős részén. Azonban ez az Európa egy ilyen világégés után, egy ilyen drámai esemény után, egy szörnyű tragédia után megerősödve az európai közösség, majd az Európai Unió képében született újra. Egy olyan közösségben, amely a háborút, a vérrontást már nem ismeri el a konfliktusok eszközéül, hanem a viták békés rendezésben, a népek és nemzetek egymás mellett élésében konszenzus keresésre épít a jövőben. Mi ebben az Európában hiszünk. Ebben az erős Európai Unióban, amely a népek békés egymás mellett élésében, a konszenzusban, a vitás ügyek rendezésében hisz. Amely Európai Unióban minden nép és nemzet megőrizheti nemzeti kultúráját, identitását, azonban az egységes Európa képes a világ legszörnyebb drámáit, legszörnyűbb eseményeit megelőzni. Ebben hisz a Magyar Szocialista Párt, ebben hiszek én is, és abban is, hogy a történelemnek az a korszaka, amikor nemzetvezetők, népvezetők, diktátorok, messiások vezették Európát, örökre a történelem süllyesztőjébe került. Köszönöm szépen a figyelmet!